55 féle burgonya gyulatanyán, az egyik legalapvetőbb élelmiszert népszerűsítették a fajta kísérleti állomáson. Egyre súlyosabb lehet a vízhiány, Budapest körül több településen vízkorlátozást rendeltek el, de térségünket ez egyelőre nem veszélyezteti. Egyévesek az agrárszakképzési centrumok, a cél korszerű tudással bíró dolgozni tudó és akaró munkavállalók kinevelése. Kevesebb burgonya teremhet idén, amelyhez az elmúlt hetek száraz meleg időjárása is hozzájárult. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Az ország több pontjáról érkezett gazdák és forgalmazók idén is összegyűltek gyulatanyán, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és bemutassák egymásnak a különböző fajtákat. Ez segítheti őket annak eldöntésében, hol melyiket érdemes termeszteni. Marisol, Bluestar, Red Scarlet, csak három a több ezer létező burgonya fajta közül. Ebből persze nem mind terem Magyarországon, de a hazánkban honosak közül 55 félét állítottak ki csütörtökön a Nyírtelek melletti gyulatanyán. A burgonya tanácskozást és fajta bemutatót a járvány miatt tavaly nem tudták megrendezni, idén viszont már ha kevesebb résztvevővel is, de 31. alkalommal került rá sor. Az eseményt annak idején azért hozták létre, hogy az itthoni krumplit népszerűsítsék. Elsősorban a házi asszonyok könnyebben eligazodjanak a különféle fajták között, a gazdálkodók pedig lássák a köztük lévő különbségeket, hogy tudják, melyiket érdemes termeszteniük. Ez a megváltozott időjárási körülmények között kiemelt jelentőségűvé vált. Valóban így is a búza után lényegében a legfontosabb, a harmadik legfontosabb élelmiszerzőgé. Az elmúlt időszakban ugyanakkor csökkent a fogyasztása. Sokan nem is gondolják, de a krumpli az egyik legösszetettebb termelési technológiát igénylő növényfajta. A kormányzat ezért a termesztés valamennyi szakaszában próbál segítséget nyújtani az ezzel foglalkozóknak. Nyitva vannak azok a pályázataink, és biztatunk mindenkit, hogy pályázzanak, amelyel öntözési közösséget tud alapítani, öntöző kapacitásokat, fejlesztéseket tud megvalósítani. A gépesítésben tudunk most traktorban, erőgépben, munkagépben, olyan, sőt betakarító gépben is segítséget nyújtani, ami mind-mind ahhoz kell, hogy ezeket a burgonya termesztéshez szükséges magas színvonalú technológiát meg tudják szerezni. A szakmai eseményre elsősorban a környékről, de távolabbról is érkeztek termesztők, ahogy a nagy hazai forgalmazók mindegyike is itt volt egy kivétellel. A személyes eszmecserék mellett előadások keretében és kiadványokon keresztül tájékoztatták egymást és osztották meg tapasztalataikat. Idén rosszul érintette a gazdákat, hogy még tavaly szinte nem is kellett öntözni, a hetek óta tartó meleg száraz időben most nem fejlődnek megfelelően a gumók, emiatt kisebb termésmennyiség is várható. 300 mázsával kiegyeznék, hogy aztán milyen lesz az étkezési, illetve vető apró arány, ezt még nem tudni. Még a későinek van elvileg egy olyan erős egy hónapja, tehát augusztus közepéig, ugye az egy erős egy hónap, közepe vége, inkább így fogalmazok. Most attól függ, hogy milyen lesz az időjárás, jön csapadék, nem jön, illetve hogyha még nem is jön annyi csapadék, de ez az iszonyatos extrém hőmérséklet, ez a UV-sugárzás megperzsér a burgonya leveleit. Rengeteg dolgot lehet készíteni burgonyából. Nem csoda, hogy a növényt a világ minden országában ismerik, ráadásul hazánkon belül is a hány tájegység, annyiféle megnevezés és ízvilág. Mindig meg szokták kérdezni, hogy vaj vagy margarin. Hát most édes burgonya vagy sima burgonya, lila burgonya, piros burgonya vagy a sárga húsú burgonyát kedveljük, vagy melyiket részesítsük előnybe. Fokozatosan mindenből egy picikét, és akkor nem lehet gond. Én úgy gondolom, hogy tényleg ez a burgonya az, amit az előételtől egészen a desszertig használhatunk, és hogyha betartjuk a fokozatosságot, betartjuk azt az elvet, amelyet azt mondom, hogy mindenből egy kis picikét, és nem habzsidőzsi, akkor természetesen nem lehet akkora nagy probléma vele. A Gasztronómiai Szövetség különféle szakmai rendezvényeken külföldön is népszerűsíti a burgonyát, amely A, B, C vitaminban, káliumban és keményítőben gazdag, emellett jóval kevesebb szénhidrátot tartalmaz, mint a gabonafélék. Július 1-től hivatalosan is tartós vízhiány van Magyarországon. Ez elsősorban a mezőgazdaságban jelent nagy problémát. A szélsőséges időjárás miatt azonban nem csak az aszállyal, az azt követő belvízzel is küzdeniük kell a gazdáknak és a vízügy szakembereinek egyaránt.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság asszály monitoring rendszerének jelentései, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezeteinek jelentései alapján hazánk egész területét érinti már a talajok vízhiányos állapota. A felső 50 cm-es réteg az elmúlt napokban tovább száradt, és már szinte az egész országban a kritikus 40%-os érték alá csökkent a nedvesség tartalma. Az Alföldön és a Kisalföldön 30% alatti értékek is előfordulnak. Nem jó a helyzet az ország egyik legjelentősebb mezőgazdasági térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sem, ahol a szélsőséges időjárás jelentős problémákat okoz. Idén is még június közepén belvízvédekezés volt, tehát a működési területünk mintegy felén valamilyen szintű belvíz volt érvényben. Hirtelen hőségnapok keletkeztek, tehát felmelegedett az időjárás júniusban. Ez azt jelenti, hogy 11-17 hőségnap volt csak június hónapban. Ez azt jelenti, hogy 25 fok Celsiusnál magasabb az átlaghőmérséklet, és gyakorlatilag június végére egy erős aszály alakult ki területünkön. Ez a szélsőséges időjárás ugye egy erős aszályt okozott. Van aszálymonitoring rendszerünk, amely ezt folyamatosan figyeli, aszályelőrejelzéseket készítünk. Közben az aszályos időszakokat, száraz időszakokat rendkívüli csapadékok, zivatarok, jégesők követték. Ugye ez a léghőmérséklet hirtelen lehűléséből ered, ezt a mi tudjuk figyelni, és egy ilyen szélsőséges időjárási helyzet alakult ki. Nem csak a mezőgazdaságban van nagy szükség most a vízre, a folyamatos hőség miatt a lakossági ivóvízfogyasztás is jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben. A Dunamenti regionális vízmű 9 Budapest környéki településen kérte az ivóvíz felhasználás korlátozását. Gödöllőn a város vízfogyasztása a tavaly ilyenkori duplája, és a vízhiány miatt korlátozást rendeltek el Pécelen is. Megyénkben azonban ilyen probléma egyelőre nincs. Az ivóvíz kitermelés az nálunk döntően felszín alatti vízből, tehát rétegvízkutakból történik. Ezek több száz méter mélyen lévő kutak, szerencsére ezt az időjárás közvetlenül nem befolyásolja, tehát a mi területünkön, ellentétben ahol a folyókból, tehát parti szűréssel a folyókból veszik ki az ivóvizet, ez nincs veszélyben. Nálunk ennek a szélsőséges időjárásnak a mezőgazdaság látja kárát, hiszen a nagy rendkívüli hőség ugye aszályt okoz, gondot okoz a mezőgazdaság, majd az ezt követő hirtelen lehűlés, a jégesők pedig elverik a termést, tehát jégkárokat okoznak. És ez a kettősség, ez a változékony időjárás, ez rendkívül megnehezíti a mezőgazdaság munkáját. Bár a jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban szinte folyamatosan várható zápor, zivatar, ez a mennyiségű csapadék valószínűleg csak a talaj felső rétegének állapotát javítja majd. A hirtelen lehulló eső a folyók szintjét is megemeli, így a vízügy szakemberei felkészültek arra, hogy újabb adag petpalack érkezik majd kelet felől. Egy éve működik az Északi Agrárszakképzési Centrum, amely 4 megye, közte Szabolcs-Szatmár-Bereg mezőgazdasági szakképzését fogja össze. Az intézményekben a korszerű szakmai tudás átadása mellett a vállalkozói ismeretek oktatását is kiemelten kezelik. Új időszámítás kezdődött tavaly ősszel a középiskolai szakképzés rendszerében. Tartalmilag, formailag és módszertanilag is megújult az oktatás, a diákok immár szakképzőiskolákban és technikumokban tanulhatnak. Szeptember óta munkaszerződést is köthetnek gyakorlati képzőhelyekkel, így már diákéveik alatt pénzt kereshetnek, hangzott el 35 perc című műsorunk az elmúlt hónapok szakképzésben történt változásaival foglalkozó beszélgetésében. Az első év után, amikor 9. évet elvégzi, akkor egy ágazati alapvizsgát kell tenni, és aki ezt sikeresen teljesíti, akkor a szakképzőiskolai osztályt elvégezve 2 évre bekapcsolódhat és munkaszerződést köthet olyan gyakorlati képzőhelyen, aki regisztrált, illetve szintén szeptembertől válik elérhetővé azok az ágazati képzőközpontoknak a köre, akik ilyen munkaszerződést köthetnek, és nagyon nagy jelentősége ennek, hogy a bevezetett ösztöndíjrendszer mellett azon túl, aki munkaszerződéssel rendelkezik, havonta 104 ezer forintot is kaphat. Egy éve alakultak meg az agrárszakképzési centrumok, az országban 5, amelyekhez 61 intézmény tartozik. Az északi és keleti megyékben működő központ 11 iskolájába 3300 tanuló jár.
A mezőgazdaságban különösen nagy gondot okoz az utánpótlás hiánya. A cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok minél nagyobb számban válasszák ezt a területet. Az oktatás során itt is fontos a felgyorsult világ változásaihoz való alkalmazkodás. A mesterséges intelligencia egyre inkább térhódítást élvez ezen a területen is, minden egyes szakmában, minden egyes ágazatban, és ennek az alkalmazása, az alkalmazásra felkészülés az mindenképpen fontos. A másik dolog pedig maga a vállalkozási ismereteknek a birtokában lenni, hiszen kis és középvállalkozások kiemelt támogatása megcélzott az elkövetkezendő időszakban is, és egy jól működő vállalkozásnál alapvető, hogy azokkal a pénzügyi ismeretekkel rendelkezzen, ami meghatározza a működését. És ezt mind megkapják önöktől? És ezt természetesen az agrár szakképzésben mindenki megkapja. A főigazgató beszélt arról is, hogy szeptembertől új elem lesz az okleveles technikus képzés, amely lehetőséget ad a középfokú szakképzőiskolában tanult tárgyak beszámítására 30-40 kredit értékben, ezzel fél évben lerövidítve a felsőoktatási képzés idejét. A tapasztalat egyébként az a szakképzésben, hogy a diákok jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, akik nem mindig engedhetik meg maguknak, hogy részt vegyenek az oktatásban. Megnyílt a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett diákolimpia tábor Nyíregyházán. Az általános iskolás gyermekek 5 napon át vesznek részt különböző játékos sportrendezvényeken. Júliusban összesen 3 ilyen eseményt rendeznek a megyében, Nyíregyháza mellett Berek-Darócon is együtt lehetnek a diákok. Általános iskolás gyermekekkel telt meg a Veselényi Miklós Technikum és Kollégium sportcsarnoka. Lehetőség nyílik számukra többek között gyeplabdázásra, röplabdázásra, kosárlabdázásra és labdarúgásra is. A Magyar Diáksport Szövetség által országszerte 60 helyszínen összesen közel 2000 diák vesz részt az 5-napos diákolimpia táborokban, ahol a sportolási és az élményeké a főszerep. A lényeg, hogy minél többfajta mozgásformát próbáljanak ide. Igazából a legfontosabb az, hogy végre együtt lehetnek a gyerekek. Tehát az, hogy nem tudtak, tehát az a vákuum, ami keletkezett itt, az abból kifolyólag, hogy nem tudtak együtt lenni, nem tudtak közösségben lenni a fiatalok. Most tényleg a legfontosabb nekünk, hogy együtt legyenek, öleljék meg egymást, beszélgessenek egymással, érezzék meg egymást újra, hogy milyen együtt lenni. És a legjobb az, hogy főleg, hogyha egy ilyen táborban vannak, akkor milyen jó, hogy ez közben mozgással teli, tehát mozgásos élményekkel gazdagítva tudják ezt megtenni. Ez volt a célunk itt. Mi most nem akarunk sem versenyeztetni, sem behozatni semmit a gyerekekkel, hanem egész egyszerűen élményt adni nekik. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy a tanulók számára minél jobb feltételeket teremtsenek a mindennapos sportoláshoz. A korábbi olimpiai ezüstérmes úszó kiemelte, a járványhelyzet is rávilágított a mozgásgazdag életmód jelentőségére. Hogyha ilyen lehetőséget tudunk több ezer gyermeknek biztosítani, hogy jöjjenek és szabad idejükben, vagy akár a nyári szünetben sportoljanak, ahova hangsúlyozza a művészeti, kulturális programokat is be tudtunk építeni, az már egy fél siker, hiszen a szülők nagyon örülnek, hogy jó körülmények között vannak, tényleg biztonságban és az egészséges életmódot is magukba tudják hozni, tartani, vinni. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy igen, ezt hangsúlyozzuk, hogy minden gyermeknek meg szeretnénk adni a lehetőséget. A sporttáborokat az egyes megyék diák sport szervezetei rendezik meg. Miután a tavalyi évben nem volt lehetőség ilyen programok létrehozására, a szervezők is kettőzött lelkesedéssel és újdonságokkal vágtak neki az idei eseményeknek. A cél az, hogy a programok által tovább növekedjen a diákolimpiákon szereplő gyermekek 300 ezres létszáma. Nagyon örülünk annak, hogy Nyíregyházán 2 tábort tudunk megrendezni, és emellett pedig Berek-Darócon még egyet, hogy a megyébe más települések felé is nyissunk, és nagyon bízunk abban, hogy tényleg a gyerekek hasznosan és olyan aktívan fogják eltölteni majd ezt a pár napot, hogy utána, hogyha visszagondolnak arra, akkor valóban, hogyha elkezdődik majd a diákolimpiai tanév szeptembertől, akkor lehet, hogy majd kicsit jobban kedvet kapnak majd azokhoz a sportágakhoz, és a versenyrendszerben is találkozhatunk majd velük újra. A diákolimpia táborokon túl a nyár további részében az Erzsébet táborokban is szerveznek sportprogramokat. Emellett a gyermekek számára létrehozott strandfesztiválokkal is a sportolás megkedveltetését tűzte ki célul a Magyar Diáksport Szövetség.
Új lakók érkeztek a Nyíregyházi Állatpark madár óviába. A 7 papagáj fiókát a park vezető madárgondozója neveli. A színes tollú madarakkal néhány hét múlva a látogatók is találkozhatnak. Nehéz. Aki szülő, az tudja, hogy mire kimegy az álom az ember szeméből, akkor megcsinálja, végez, mire elaludna, megint mehet le hozzájuk. Speciális tápszert kapnak éppen a Nyíregyházi Állatpark pár hetes papagájai. Lukács Gábor, vezető madárgondozó, kikelésük óta eteti ezt a 7 fiókát. A harlekin és a kékhátú arapapagájok mellett 3 rózsakakadú nevelését is ellátja. Ezeken a korábbi felvételeken még az sem volt biztos, hogy sikerül-e őket megmenteni. Valamennyi csöpség első költésből származik, és annak ellenére, hogy a tojók végigkotlották a tojásokat, a kicsik táplálását már nem kezdték meg, ezért volt szükség a gyors beavatkozásra. Éjjel-nappal 2 óránként etetni kellett először, aztán húztam az időt 3 órára, 4 óránál tartunk most végül is. Az éjszaki etetések már elmaradnak, 11 órakor vacsorázunk, reggel 5-kor reggelizünk, vagy elég jól sikerült most már beállnunk. A park erre fel van készülve az ilyenekre, minden évben beszerzünk nevelőtápszert, ez el van rakva a szekrénybe, hogyha netán hozzá kell nyúlnunk. Ha ilyen baleset van, úgy mondom, akkor legyen mihez nyúlni. Reméljük a közeljövőben már nem lesz, és jövőre ők fogják már nevelni a fiókákat. Az első hetekben a fiókák túlélési esélye igen kevés, ezért is bravúros, hogy a pár grammos csöpségek lassan színpompás madarakká fejlődnek. Olyan 2-3 hét múlva kezdődik a hozzátáplálás, először puha magvakkal, gyümölcsökkel, és ahogy a kollégám mondta, még egy 50 napig mindenképpen szükség van a szülői felügyeletre, a mesterséges szülői felügyeletre, aztán pedig egy madár óvodába fognak kerülni az állatok, és a végső cél az az, hogy vagy a hazánkban maradjanak, vagy pedig egy másik európai állatkertbe kerüljenek. A Nyíregyházi Állatpark nagyon-nagyon híres arról, hogy gyönyörű a madárállomány, úgyhogy óriási az érdeklődés a madarak iránt is, lehet, hogy csereállatok lesznek, meglátjuk majd a sorsukat. A Nyíregyházi Állatparkban nem telik úgy el hónap, hogy ne bővüljön a madárállomány. A szakemberek azt mondják, volt már olyan eset, hogy a fiókák táplálásába be kellett avatkozni. Az azonban még nem fordult elő, hogy egyszerre 3 papagájfaj kicsinyeit kelljen megmenteni. Nincs hiányérzet pályafutását, illetően Mohácsi Mátéban, aki 14 felnőttek között eltöltött idény után fejezte be a játékot. A most már csak volt kosaras szerepelt korosztályos Európa-bajnokságokon, univerziádén, a 3x3-as válogatottal, pedig világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon is képviselte a magyar színeket. Aktív játékosként ez volt Mohácsi Máté utolsó megmozdulása a pályán. A pályafutását Nyíregyházán kezdő és befejező kosaras az NB1-bis bajnoki cím megszerzése után vágta le a hálót a Continental Arénában. 25 évvel ezelőtt a régi kettes gyakorlóban Sallai József ismertette meg a sportág alapjait a Moha becenévre hallgató akkori elsőssel, aki diákolimpiai és a nyírsuli színeiben elért korosztályos bajnoki sikerek után a nemzetközi poronton is bemutatkozhatott. 17 évesen, amikor úgymond fiatalként már az U18-as válogatottba be tudtam kerülni. Volt 2 darab Európa-bajnokság még, illetve 1 U18-asként és 2 U20-asként, ha jól emlékszem. Hát már akkor úgy elkezdtük bejárni a Európát nagyjából a csapatokkal, illetve mindenhol megfordultuk, ahol kosárlabda volt, tehát ott elindult ez a vonal is, és aztán szépen lassan, ahogy a pályafutásom haladt előre, úgy sikerült még több válogatott szereplést elérnem. Itt a felnőtt 5-5-ös válogatott az, ami kimaradt, ami nem jött össze. Hogy miért? Biztos voltak olyan periódusaim, főleg pályafutásom elején, 20 éves kor elején, amikor bekerülhettem volna, akkor annak az edzőstábnak, vagy annak a szakmának nem az volt a meglátása. Ha jól emlékszem, volt olyan évem, ahol 14-15 pontot átlagoltam átcsoportba fiatalként, 20-párhány évesként. Akkor én ezt csalódásként értem, meg hiányérzetem volt, de egy utólag visszagondolva a pályafutásomra, azért itt volt egy univerziádi, voltak a 3x3-as váltott szereplések, amire majd később kitérünk, de még egyszer mondom, hogy alapvetően nincsen hiányérzetem ezzel kapcsolatban sem.
Az A csoportos nyíregyházi felnőtt csapatban 17 évesen jutott szóhoz először a 3-as-4-es poszton szereplő játékos. 2014-től 4 éven keresztül Zalaegerszegen, majd 2 éven át Oroszlányban pattogtatta a labdát Máté, aki tavaly tért haza a feljutást megcélzó Kékcápákhoz. A bajnoki cím megszerzése mellett számos emlékezetes pillanatra tekintett vissza pályafutási összegzésekor, a civilben jogi végzettségű sportember. Válogatott szinten mindenképp azt mondanám, hogy a 3-3 elleni válogatottban töltött 5 évem, vagy 5 nyaram, ugye teljesen új sportágról, más sportágról beszélünk, voltunk Európa-bajnokságokon, voltunk világbajnokságokon, nem is rossz eredménnyel, tehát 6.-7. helyekkel jöttünk haza, bejártuk, hát mondhatom a világot, tehát Ázsiától kezdve Európának nagyon sok országába jártam, ami élmény is, de persze felelősség is volt, mert a címeres mezben játszani mindig felelősség, de az egy teljesen más aspektusa volt a kosárlabdának. Én nagyon élveztem, és az biztosan nagyon fog hiányozni. Ha az 5-5-öt nézem, akkor tényleg egy polcra tudom tenni az ETE bronzérmet, az oroszlányi feljutást, de hát persze a legédesebb a mostani kupa és bajnoki győzelem, mert itt is egy 5 éves B csoportos sorozatot sikerült megtörnünk, és végre ott vagyunk, ahol kell, ahol a nyíregyházi kosárlabda tartozik. Az elmúlt szezonban Mohácsi Máté a játék mellett már sportvezetőként is dolgozott, a jövőben azonban már csak vezetőként lép majd be az öltözőbe. Furcsa lesz, de annál biztos nem lesz furcsa, ilyen tavaly volt az elején, hogy ugye csapattárs vagyok, meg közben főnök, meg közben edzek is, meg öltözőben is vagyok, meg az irodában is vagyok, tehát nagyon jól kezeltük, talán kisebb fennakadások voltak, de tényleg mindenki korrekt volt és működött a dolog. De hát most valóban most már nem vagyok játékostárs, nem vagyok haver, nem vagyok barát, vagy legalábbis lehet, hogy a munkaidőn kívül csak itt nem főnökösködni kell, hanem vezetni kell a céget, mind anyagilag stabilnak kell maradni, és szakmailag hozni kell azt az eredményeket, mert most ha nem csak a kosárlabdáról beszélek, de ugye a röplabdáért és valamilyen szinten felelős vagyok. Ott van egy bajnokok ligája főtáblás csapatunk, a kosárcsapat följutott, ez is egy óriási felelősség, és nem az a cél, hogy maradjunk benne, hanem hogy építkezzünk évről évre előre. Úgyhogy én abszolút pozitívan tekintek a jövőbe, és hát alig várom, mondhatnám, hogy dolgozzak, de hát hiszen szombaton feljutottunk, olyan hétfő óta már ezen dolgozom. Július 15-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyen legközelebb holnap este várjuk Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel az ország túlnyomó részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, azonban a délkeleti-keleti megyékben továbbra is erőteljes lehet a gomoly felhőképződés, és ezeken a területeken további záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Pénteken keleten az éjszaka képződő záporok, zivatarok megszűnnek, átmenetileg mindenhol derült vagy kissé felhős lesz az ég. A déli óráktól aztán előbb a keleti országrészben, később másutt is egyre nagyobb eséllyel lehet záporokra, zivatarokra számítani, helyenként felhőszakadás kíséretében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.